Szeretettel köszönöm a kedves tévénézőket, a mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a 16. fejezetből a 24-től a 28. versig. Ez így hangzik. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az ember fiát, amint eljön országában. Az önmegtagadás Isten akaratának való engedelmességet jelent. Vegye föl keresztjét. Nem Jézus keresztre feszítésére való utalás ez. Ez a halál fogalma ismert volt az ókori világban, és tulajdonképpen a kereszt szó a mondásokban is annak idején rendszeresen szerepelt. A szenvedés a megpróbáltatása vonatkozott. Ne rettenjünk vissza az áldozatot hozni, hiszen örök életet kapunk cserébe az Istentől. Nem szabad összetéveszteni persze a célt és az eszközt. A földi javak megszerzése a lelkeket károsíthatja, a helytelen ragaszkodásaink elhomályosíthatják a végső célt. Mindez eszköz a cél eléréséhez. Jézus nagyon fontos igazságot fejez ki ebben a szakaszban, miszerint a boldogság elkerüli azokat, akik közvetlenül azt keresik. Ahelyett, hogy először Isten akaratát keresnék, vagyis azt, ami helyes, és megnyernék a boldogságukat is. Isten nem vesz ki minket ebből a világból, annak a megpróbáltatásai közül, de erőt ad hozzá, hogy itt mutassuk meg a hűségünket, a hitünket, amiből mások is erőt meríthetnek. A cél és az eszköz mindannyiunk számára fontos kitétel, hogy lássuk a különbséget, és Isten országa mindannyiunk számára fölkínáltatik, mert mindannyiunknak az Isten életet akar adni, mégpedig az övéből, és az is az örök élet, amely ajándék mindannyiunk számára nyitva áll, és ennek a lehetőségét Isten nap mint nap fölkínálja nekünk. Válaszoljunk erre a hívásra igennel. Köszönöm a figyelmet!